Szevasztok, én Róly vagyok, és a mai videóban itt van velem. Hol Bendegúz, és a mai videóban egy Fortnite videó lesz. Igen, és az lesz a versenyszerű kis izénk, hogy szólóba fogunk játszani, és hát kiállni lesz szólóba. Azaz, hogy ki lesz jobb. Aki nyer, az a jobb Fortnite-ba. Más izét nem csináltunk, hogy ilyen valamilyen szivatás, vagy ilyesmi nem volt. Úgyhogy most meg fogjuk nézni ki a jobb szólóba, úgyhogy csapassuk neki. És ki kezd? Nem tudom, ki kezdjen. Kő, papír, olló. Jó. Kő, papír, olló. Én. Na, gondoltam. Na, akkor kezdjed. Egyébként az előző videót, amit föltöltöttem, abból a legelső ízésat, a citromosat, kivette az, a YouTube. Az kivette a YouTube, igen, de én is néztem amúgy, hogy... De nem lehet. Tudom, kerestem egyébként a telefonomba, hogy telefonomba sem volt benne, szóval vagy kitöröltem. A másik opció meg az, hogy a YouTube letörölte valami izé miatt, nem tudom miért, lehet, hogy kivette a klippet, de hát most már mindegy. Föltöltöttem, aztán sajnos a legjobb rész, ami volt, az eltűnt, úgyhogy most már ez van. Nem hiszem el. Na, olyan nehéz beállítani ezt a szar kamerát, hogy úgy vegyed a tévét, hogy semmi izé ne legyen körülött, hogy szietetlen. Hát... Komolyan mondom. Igen, igazából most ugartam ki. Szóval... Mivel jobb. Fran izé van. Egyébként a Fortnite-ek az új frissítése, ez az ősemberes... Az az ősemberes izé, és ez nagyon-nagyon szar. A fegyverek azok nagyon gagyik, de tényleg. Nagyon gagyik lettek. Régebbi fegyverek sokkal jobb voltak, az assault, meg az ilyenek, de a mostaniak... Ezek is assault-szak különböző. Amikor rá megnéztem, néztem a shotgunokat, meg bejött ilyen kis új, ilyen ősemberes fegyver, én nem értem, meg hogy... bejött az a nyíl, az nem tudom minek be. Nem értem, hogy minek kellett az egész Fortnite újra frissíteni a fegyverek iránt. Nem is, aki nézett van a bajban, az még jó, hát az elméde a fegyverek, azok katasztrofálisak. Hát igen, a kinézett az jó, meg minden a pálya, de ezek a fegyverek... Nagyon szarok, és sose tudok vele embert törni, ma olyan szarok. Én igazából tudok, csak rohadt nehezen. Szóval még nem is próbáltam inkább ezekkel a fegyverekkel, mondjuk vele, hogy én... Én nyertem vele egy nap egyszer kettőt. Biztos, hogy eljutnánk max a top 20, top 30-ig, úgyhogy elbújkálnánk. Ha! Szóval, ja. Jó, azt kapta. Hát kapta, de nem biztos, hogy izé meg fog halni. Hopp. De lehet, hogy én. Ezt mondom. Vagy amúgy most csak tettél azt a szarul. Hát ez már elment. Vagy elbújt a kocsi mögé. Halljám a léptédet. Ha-ha! Hátulról! A kis hunyi. Mit kezd csinálni? Hátulról. Nem vett észre. Lőnek, lőnek! Srácok, lőnek! Segítsetek, segítsetek! Kérlek, hogy nálam nyerje meg. Vaj, szóval mit csinálok? Nem megy célul. Hát, kifogytál. Baszd meg. Ez a szar. Most jön a menekülés. Nem. Mit, hogy nem, ha meg fog ölni? Na, persze, Sotiba. Meg fog ölni. De sunyi volt ez is, basszus! Az komoly! Hát így, ja, hát egy kis 54. vagy már. Azt a rohadt hallod, az milyen egy fejes volt! Komoly volt. Ott egy ember. Láttam egy ember, srácok. Előbb láttam, amikor le volt állítva a felvétel. Hát, az már szerintem el is ment. Előlem nem. Ha én nem látom, az tuti. De lehet a bot volt? Nem, a bot az nem tud bemenni a házba. Ez bot. Ez kurva jó. Szerintem vagy elment, vagy fölment az emeletre. Várjál, valahol. Itt van ember. Itt tuti van ember, mert ott valaki meghalt. Hát egy dínót ölt meg. Vagy valami a dino, dino. Hát nem látod, hogy bent az élete? Hopp! Oh, ott van! Így kell ezt csinálni. 3 kill, 33. helyezett. Eddig jó, eddig jó.
Hát de nekem nem, mert lehet, hogy nem te nyersz. Honnan tudod? Lehet meg is nyerem. Olyan kezemben leszek. Addig, amikor majd, hogyha meghalok, és a Robi játszik, én nagyon... Hát álomban volt ez a történet, majd amikor a Robi játszik, elmesélem. Mert nagyon rossz volt. Mondjuk a fegyvereket utálom, úgyhogy nem biztos, hogy arra fog kérni valami jó helyezést. Én is utálom ezeket a fegyvereket, de mégis jól elmondom. Mindegy, valahogy meg kell csinálni majd. Aztán kész. Eddig a Bendi jól megy. Hát igen, már 23. 23. helyzet. És 3 kije van. Azt hittem, hogy az ember a csirkére. Meg igen, jöttek be csirkék, meg dínók, meg farkasok. És az a rossz igazából, hogy oda mész egy farkashoz, és megöl. Ott, például most ott egy farkas. Tényleg? Az nem ember? Az nem, az farkas, te fogyaték. Ilyenkor én tök utálok ilyenkor bolyongani. Hogy érted, hogy bolyongani? Amikor itt nincs senki, mert ó, a kékfegyver az jó. De nekem már van. Akkor bárhonnan jöhetnek, jobbról, balról, hátról, előről. Te csirke. Ott a csirke. És ilyenkor szerintem elbújnak, vagy én nem tudom, mi van velük. De nem, mert én már kutattam majdnem az egész országot ebbe a Fortnite-ba. Országot, ja. Srácok, ott tegyem be. Na, az komoly. Hányadik vagy? 11? 6. 6? 6? 6. Azt... Ilyenkor már amúgy meg szoktam járni a játékot. Akkor nekem az lesz a legelső, hogy a elsődleges, hogy megnyerem a Fortnite szólót, ami szerintem ami de hogyha megnyerem. Nincs nagy esély, úgyhogy ha. Hogyha megnyerem, akkor nekem is ott meg is egy nyerni. Ember! Ott messze. Jó, de az nagyon messze van. Hát kit érdekel, rámegyik. Egyedül? Így? Mondjuk ez hülye kérdés, hogy egyedül megy, egy szólóba egyedül mézzel. Vigyázz be! A bokrokba. Ez mi volt? Aha, ott van. Az meg is lesz. Építős. Az építős. Építős. Basztus. Netes, nagyon ne épít. Én is építek. Nagyon dobog a szívem. Már hogy ők meg be fog nézni valahogy. Aha. Haha! Azt a mindenit! Top 4! Arról a téletbe! Hú, srácok, ez nagyon egyszer. Na, hol a másik kettő? Nem, 3 van még. 3 van még. Nem, azok arra lehetnek, vagy fönn a dombon. Csak az a baj, hogy jön a kör. Hát te pont nem fog elérni. Téged pont nem ér el. Én akarok, Szebbi akarom tenni a napotokat, akarok nyerni. Akarok nyerni egyet, és akkor Szebbi teszem a napotokat. Ott van-e? Ott van. Jaj, de nem ám most, pont most el. Az íja van. Hát de én most belülültem 62-t. Ugye, milyen íjesz te? Mögötted, vigyázz, mögötted. Milyen meg? Jó, lőd! Nem, rámegyek, rámegyek. Vigyázz! Az igen! Tyú, milyen arany fegyverem. Aha, ilyen epik izéja volt, jaja. De nem hiszem, hogy az lök. Szerintem mögötted valaki ledobott téged. Nem, az volt, ilyen íja volt. Látod, van íja. Olyan ilyen van, hogyha meglő, akkor odahúz magához? Igen, de nem, lehet ilyet kraftolni. Lehet olyat kraftolni. Tényleg? Lehet kraftolni. 1v1 van ám. Tudom. Most 1v1 már, srácok! Most már nézni kell, nincs most se, 1v1 van. 1v1 van. Csú, srácok, 1v1 van. Szerintem elbújt az egyik bokorba. Aha, persze, jaj. Hogy akarsz ezt fölmenni? Így, ami nagyon észrevehető vagy, hogy építesz. Hát de egyszer, ha fel, muszáj lesz felmenni, Robi. Mert már csak itt lehet. Hát az a baj, mennyire, akkor nekem már semmi esélyem nincsen. Sajnos. De ha második leszek, még van?
nem látok rá sok esélyt. Mire? Szerintem megnyered. Szebbé akarom a nézők napját tenni. Én csak akkor tudtam... Fia, hallod, Robi? Lehet amúgy, hogy ki fog lépni, arra van esély, hogy ki fog lépni, vagy lehet a körben. Én még, én akkor voltam a szólóban első mindig, mikor a régi fegyverek voltak, mert azokkal jó volt lőni. Jó volt lőni, a Scarral nagyon jó volt lőni igazából. Lehet ment a Scar, azok a gyors fegyverek, azok nem tudom, hogy hívták. Azok is nagyon jók voltak, meg a Shoti, a Heavy Shotgun, az is kurva jó volt, és az sincsen basszus. Biztos vagyok benne, hogy a csáv valahova elbújt. Nem. Nézd meg, nézd a fákra is ám. A fákra hogy lehetne? Ott van. Osztom rohadt! Az komoly, jó elbő volt. Éééééé! Hát Robi, semmi esélyed. Már lehet elsőkezzem inkább. Muszáj. Versenyzünk. Muszáj. Muszáj. Hát... Szerintem ez lecs. Ezt már szerintem nem tudom behozni. Oszta! Fú! Na, most repül a Robi. Hát Robi, Robinak már semmi esélye amúgy. Mondtam, hogy én szebbé teszem a napotokat. Ha de Robi nem merül, nem nyeri meg. Robi, ne, meg a nézők elszédülnek. Van az ő, hogy nem nyerem meg. Mondjuk, de hogyha megnyered, akkor döntetlen. Az Úristen menjen, jönnek ide, a jó Isten verje meg titeket. Enyém ez a ház. Rakétavető, ne már! Ilyen cseszte, Robi, mutasd meg a... Áj, bassz! Úgy is szétszedni. Mennyi van benne? Három. Három. Hogyha azt a hármat elövöd, akkor sajnos. Lehet, hogy ilyen mondani. Mindjárt várja, ezt megszerzem valahogy. Gyere már ide! Ugorj fel és nyomd meg gyorsan a Y-t. Csak hogy berontok ebbe a házba. De amúgy igazából egy picikét rossz a rakétavető, tudod miért? Mert ha rohadt közel van a csáva és véletlen arra váltasz, hát akkor magad is megölöd. Én hallottam lépteket, de lehet, hogy ugye Robi volt. Egyébként add ide ezt az ijeszt. Srácok, Robit azt nem te nyitottad ki azt az ajtót. Mert előbb nyitottad ki, szóval vannak ebben a házban. Hogy lennének, ha már egyedül jöttem be? Aha, akkor ki? Akkor ki van itt, mondjad, most. Na, rakétavetőt használ, ám mondjuk. De nincs más, hogy verem. De nekem mindegy, mit használsz. Srácok. Hol van? Lent épít. Ne! Ó, Robi. Basz meg ezt, nem hiszem! Hetvenkettedik helyzet! A kipaszott 72. Utána lesz a kurva Fortnite-ot! Megérdemelted? Utána lesz a kurva Fortnite-ot! Elég is volt! Nem érde, nem is játszok a letevőt. És amúgy nem a csávó lette meg, hanem magát tölte meg! Nyertem! Ennyi volt a videó! És a Bendy nyert! Csak szerencséje volt! Persze, ja. A következő videóban találkozunk, ami holnap lesz, ami valamilyen vlog videós féleség lenne szerintem, de ez már még kiderül, lehet csinálni valami. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot, és találkozunk. Lehet csinálunk holnap valamilyen felelsz, hogy mersz, vagy. Mindenre igent mondunk, vagy valami ilyenség, hülyeség és kis videót lehet holnap csinálunk, úgyhogy ha tetszett, akkor dobj egy lájkot, iratkozz a csatornára, és akkor a következő videóban találkozunk. És kövess bár, amit Instán. Addig is, sziasztok, és legyen szép napotok, hellóka. És a Bendy nyert, szerencsére, én pedig csak azért cseszem, hogy ő legyen az első, hogy örüljön. Aha, persze. Na, sziasztok. Persze.